Üdvözlöm a Kema Podcast hallgatóit! A Tatai Várban vagyunk, ahol Dezső Mariannával beszélünk, a Barokk Fesztivál programigazgatójával. Mit kell tudni az idei rendezvényről, mikor tartják, illetve milyen programokkal várják az érdeklődőket? 24. alkalommal rendezzük meg Tatán a Barokk Fesztivál rendezvénysorozatát. Ez egy komplex művészeti program, ahol a művészeti területek szinte mindegyike élő adásban szerepel majd a kedves érdeklődő közönség előtt. Ami különlegessége a Barokk Fesztiválnak, hogy együttműködik most már 17. éve a Schiffer Ervin nemzetközi zenei mesterkurzussal, hiszen azok a hallgatók, akik a világ minden részéről érkeznek ide, nagyon jól beleilleszkednek a műsoraikkal, koncertjeikkel, tehetségükkel a fesztivál programba is. Hát így lesz az idén is, és hát örömmel mondhatom, hogy nagyon nagy érdeklődés volt most a kurzus iránt. Hogy visszatérjek a Barokk Fesztiválra, mindig egy olyan témát próbálunk meg kitalálni, ami valószínűleg közérdeklődésre is számot tart. Idén a Barokk Fesztivál mottója a kert művészete, kertek művészete címet viseli, ami hát azt hiszem, hogy mindannyiunk életében borzasztóan fontos, hiszen a természet, amely körülöl el bennünket, az felülmúlhatatlan mindenféle szempontból, nyugalmat, biztonságot ad valamennyünk számára. Ami a kertek művészetét illeti, az pedig hát végig az hatalmas korrokon átívelve fontos szerepet játszott az emberek emberiségnek az életében. Nagyon sokféle fajta ókori, görög, római, japán kertek, Európában is számtalan fajta kert művészet létezik, és természetesen hát most a barokk kerteken van a fő hangsúly, de annak lesz majd egy 20. századi változata is, pont a nyitó kiállítással, amelyet a Kiskastélyben tartunk majd 13-án vasárnap délután 4 órakor. Ez pont egy olyan fotóművészeti kiállítás lesz, amivel szívesen invitálom a kedves érdeklődőket, hiszen különleges. A megye legkiválóbb fotóművészeit fogjuk itt látni képeken természetesen, és egy kicsit természetesen a 20-21. Századnak a szemével nézve a kertek világát, élővilágát és természeti szépségeit. Aztán kiállításokhoz, ha már itt tartunk, tartozik még az a nagyszabású kiállítás is, amit Tataváros Úni Domokos Múzeuma szervez, Schmidt-Meyer Richard, Kölegi Mónika és nagyon sok más kollégának a közreműködésével. Ez az a bizonyos Tataváros építészetéről szóló egy összefoglaló hatalmas nagy kiállítás lesz, amiről nyilván bővebben majd Richard és Mónika fognak tájékoztatást adni, de nagyon fontos szempont, hogy azokat az embereket fogja bemutatni, ez egy projekt keretében készülő kiállítás, több szinten is itt a Kóni Domokos Múzeumban, akik nagyon sokat tettek a város építészetéért, nyilván ebben a kertészet is, és a kertművelés és a kertművészet is benne van, meg hát nyilván azok az épületek, amelyek ide tartoztak. Eszterházy József országbíró, például neve megemlékezett, tavaly ünnepeltük, Fellner Jakab 300. évfordulóját szintén itt van, és nagyon sok-sok művész, aki itt élt, építész, itt élt és dolgozott, na, az ő kiállításuk is ide tartozik majd ehhez a programhoz. Aztán hát ne felejtsük el Németh Zita tájépítész kollégát, aki Budapestről érkezik majd, és egy nagyon szép előadást fog tartani, ez meg kifejezetten a kastélyok kertjéről és a barokk kertészetről fog szólni. Kövesdi Mónikát soha nem tudom elfelejteni, a nagyon sok segítségét és ötlet gazdagságát. Ő egy sétára viszi majd el az érdeklődőket, mozogjunk egy kicsit ezután az előadás után, amit Németh Zitától hallunk. A környékbeli olyan kerteknek a megtekintése, sére invitáljuk majd az embereket, akik hát érdeklődnek, akik ezt szeretik. Aztán természetesen kiállítások, előadások mellett nagyon sok szép koncertre lehet invitálni a kedves közönséget. Kezdődik a nyitó hangverseny rögtön vasárnap este, egy fiatal tehetséges gonaművész fog érkezni. A neve Vadász Attila, megyénkbeli fiatal, de most már a Győri Konzinak és Apuliskának a tanáraként működik, és rengeteg növendéket visz külföldi versenyekre sikerrel. Nos, az ő játékában gyönyörködhetünk este hétkor majd a Kapucinus templomban, de hogy soroljam tovább, mindig vannak olyan, mint ahogy Vadász Attila is, olyan nagyon jó művész csoportok is, akik itt rendszeresen szerepelnek a Barokk Fesztivál programjén. Ilyen a Tatai Eszterházy Ének együttes, Schmidt Mónika vezetésével, Sönfeld Zsuzsa vezetésével, az Egresi Kórus és Kamarakórus, őket is hallhatjuk különböző helyszíneken, református templom,
és a víztorony már szokásos koncerthelyszínné vált. Aztán világhírű művészek természetesen szintén itt vannak a pódiumon, mert az mindenképpen kell és vonzó mindenki számára, hogy egy világot járt művészt is hallhatunk. Szecsődi Ferenc, Liszt-díjas, kiváló érdemes művész, hegedűművészként jön és játszik nekünk. A barokk virtuóz hegedűművészet aranykorából válogatta a műveit, úgyhogy ez tényleg azt hiszem, hogy egészen szenzációs koncert lesz, és ugyanígy ide tartozik a Haydn bariton trió Kakó Balázs művészeti vezetésével, akik pedig szintén majd az Esterházy kastélynak az öt szalonjában fognak játszani, és eredeti barokk hangszereket ismerhetünk majd meg általuk. De nagyon nagy örömömre elvállalta a fellépést a Voice and Brass nevezetű részfúvós, fiatal részfúvós művészekből álló együttes, ők testvérek, a Kuna testvérek négyen vannak, és hát egészen fergeteges overcross műsor tudnak produkálni a barokkortól egészen a jazzig, és ezt hallani is fogjuk majd a Várudvaron azon a bizonyos napon, amit úgy hívunk, hogy barokk udvari mulatságok, és ez kötődik ahhoz a kiállításhoz is, amelyről már beszéltünk, a tatai építészet fejlődése, tata történetének fejlődése címen megrendezett kiállításhoz, ugyanis akkor a hagyományokhoz híven képző és iparművészek, kézművesek, megyei és megyén kívüli egy-két alkotó művész is fog ide érkezni Tatára, és hát egy gyönyörű bemutató és vásár is lesz egyúttal a jó időre való tekintettel, mert tavaly ezt nagyon elmosta az eső, de most az idén úgy látom, hogy napsütésben és gyönyörű szép kirakodással leszünk majd gazdagabbak ezen a napon 19-én, és hát természetesen felállított kis színpad is lesz, ahol együtteseket fogunk látni, elsősorban táncosokat. Komáromból régi zene és táncegyüttes Gábor Klári vezetésével érkezik majd a színpadra, illetve van egy is már, azt hiszem, talán családtagnak számító vendége Tatának, a Győri Barokkó Táncegyüttes, akik szintén gyönyörű szép kosztümökben fognak megjelenni és táncolnak fent a színpadon. Nagyon örülök, hogy egy kicsit a nyugdíjas réteget is sikerült megmozdítani, a Tata versbarátok körében fognak szerepelni szintén ebben a színpadi rendezvényben, a Várudvarban, és természetesen barokk mesék, történetek, versek hangoznak majd el némi zenével fűszerezve az előadásukban. A zárása a Barokk Fesztiválnak az minden esztendőben a 17. Siffer Ervin Nemzetközi Zenei Mesterkurzusnak a gála hangversenye lesz, ahol jelen pillanatban a világ 11 országából 48 növendék érkezik, Amerikától Írországon keresztül Venezueláig. Akkor ez egy igazi nemzetközi fesztivál, már mondhatjuk ezt, nem csak Tatát képviseljük, hanem az egész világ meg. Hát nagyon szépen köszönöm még egyszer. Én is nagyon szépen köszönöm az interjút. Itt vagyunk a Tatai Várban, ahol Schmidt-Mayer Richárddal, a múzeum igazgatójával beszélgetünk arról, hogy a Barokk Fesztiválhoz hogyan kapcsolódik idén a múzeum. A Barokk Fesztiválhoz viszonylag hosszú évek óta kapcsolódik a Kunidemokos Múzeum, mint szakmai segítő. Az ötleteket az adott éves koncepció kialakításában mindig nagy feladat hárul ránk, különös tekintettel Kövesdi Mónikára, de több kollégára is az adott évi témához kapcsolódóan. Általában az Barokk Fesztiválhoz kapcsolódó kiállításokat is a múzeum szervezi, most is ez történik, de kivételesen nem a Tatai Vár területén, hanem a Barokk Fesztiválhoz, a barokk korszakhoz jobban illeszkedő, és egyébként is évfordulós angol kertben álló kiskastély épületében fog megvalósulni. Tehát ezt a szakmai hátteret biztosítja az intézményünk, és bizonyos rendezvények esetén pedig a megvalósulási helyszínt is tudjuk nyújtani a Barokk Fesztivál számára. Milyen kiállításokkal fogtok most nyitni? Ugye lesz egy fotókiállítások, ami a kert koncepcióhoz fog csatlakozni, illetve a Kövesdi Mónika egy sétát fog vezetni majd az angol kertben, ha jól tudom. Igen, ez a kettő, ami most az évfordulós angol kert miatt előtérbe kerül. Barokk Fesztivál alatt általában egy kiállítás jelenik meg, ez a közvetlenül a fesztiválhoz kapcsolódóan. A természetfotók fognak megjelenni Csikós Gábor koordinálásában a Kiskastélyban augusztus 13-án. Kövesdi Mónika pedig több alkalommal is fog lehetőséget biztosítani a barokk kertekhez való mélyebb ismerete megszerzésében, és ebben tényleg azt gondolom, hogy a séta lesz a legkiemelkedő pontja az idei Barokk Fesztiválnak. A múzeumnak egy új állandó kiállítása is fog nyílni a Barokk Fesztivál ideje alatt. Ez hogyan kapcsolódik a fesztiválhoz? Kicsit közvetve kapcsolódik, hiszen az új állandó kiállításunk az augusztus 19-én fog megnyílni a Tatai Várban. Egy teljes szint újul meg, 23 éve nem volt erre példa. Az első teremben pedig pont azt a barokkort idézünk meg, ahol a város újjászületése,
új kialakulása, a gyálmok megvalósulása indult el Eszterházy József, Mikolay Sámuel, az ismert barokk alkotó Schweiger Antal, vagy éppen Kuni Tomokos, a múzeum névadója kerülgyűlészetesebb bemutatásra. Tehát ennek a korszaknak a mélyebb tanulmányozásán az új állandó kiállításban is lehetőség nyílik már a Barokk Fesztivál ideje alatt is. Nagyon szépen köszönöm, és hogy aki kedvet kapott a programokra, az menjen sétálni az Angolkertbe, vagy nézzen meg a természetfotókat Csikos Gábor kiállításán, illetve az állandó múzeumban is várják őket. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.